Sok szeretettel köszöntöm Önöket a jelen podcast mai adásában. Mai vendégünk Drábi János, jogász, közíró, tudományos ismeretterjesztő, terjesztő a Magyar Trianon társaság elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásokat. Hát, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és, és örömmel jöttem ide. Az interneten böngészve, a nevére rákeresve, több helyen is a következőt olvastam, ezt, ezt idézném is szó szerint: Ilyeneket írnak Önről, hogy Korunk legismertebb magyar összeesküvés elmélet alkotója, vagy Konteó pápa, aki a világ egykor és mai eseményei mögött rendre a szabad a bankárokat és a zsidók ármányát feltételezi, vagy leplezi le. Ez szintiszta igazság, és én, és én ezt vállalom is. Hát, na de hát én mondjuk... 25 évvel ezelőtt már kezdtem én, hogy van háttérhatalom, mindenki kiröhögött érte, összeeskül. Ma mindenki használja olyan szó, mint a, a, a mindennapos. És egy sor olyan dolog van, amit én megírtam, összeesküvés elméletként, minősítették, és aztán kiderült, hogy hát, hát nem csak. Elmélet, hát leginkább az egy gyakorlat. Úgyhogy, és most is, most is ezt mondom, hogy a világot, ja, Amerika irányítja, az a világ hegemon, az a kollektív nyugatnak a vezető a világ legnagyobb gazdaságával, legnagyobb hadseregével, és, és mit mondok hozzá, hogy az az amerikai is gyarmatosítva van. A, az államok feletti szupergazdag pénzoligarja, és annak a politikai hálózatai által ez egy láthatatló, magát letagadó, sokan vannak kortársak, azt mondják, hogy a nem létező. Ha hát a nem létezőt azért hívják nem létezőnek, mert hát ha, ha, ha valami létezik, akkor igazán ez létezik. Szóval én vállalom azt, hogy a valóságnak megfelelő és a valóságot megvilágító, úgynevezett összeesküvési elméleteknek a doájengye valók. Ezt ezt én vállalom. Kész. Mert most is tudom, hogy kik harcolnak nyug ö ö, Ukrajnába és Oroszországba. Nem az ukránok és az oroszok, ők. Fizikailag ők. Na, de hogyha ez csak így mondja valaki, hát ez. honnan veszi, meg, meg mi ez. Na, de hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy, hogy itt van... Bennett izraeli miniszterelnök. Na most ez a hivatalban lévő izraeli miniszterelnök, mikor már nem volt hivatalban, az most egyébként csak pár hetet történt, amiről most beszélek. Szépen elmondta a legnagyobb izraeli lapoknak és a világlapoknak, hogy Zelenszki az első napokban fölhívta a telefonon és könyörgött neki, hogy segítsen elintézni, hogy legyen egy, egy fegyverszület. És Naftali Bennett, ez a teljes neve. Naftali Bennett hivatalba lévő izraeli miniszterelnök fölhívta telefonon Putyint, és a Putyin meghívására azonnal Moszkvába repült. Több orás tanácskozáson megfogalmazták a fegyverszüneti feltételeket, ezzel Naftali Bennett elment Olaf hogy nyomra rá a Európa legerősebb állama is, rányomta, és megvolt a fegyverszületi egyezmény. Mire Washingtonból az államok feletti hatalom, amely nem akarja világhatalmat kiengedni a kezéből, ráparancsolt, hogy szó szóval sincs róla. Ennek a háborúnak folytatódnia kell, mikor száz egy hosszú háború lesz, mert nekünk erre van szükségünk, és majd mi mondjuk meg, hogy mikor legyen vége. És akkor az egész fegyverszünet érvénytelenné vált. Pedig nem volt az olyan kemény, mert én megnéztem a feltételeit is. Hát ilyen feltételek voltak, hogy Dmitro Jaros ugye az a ukronáciknak nevezett, de jól kiképzett, jól fegyverzett, orosz gyűlöletre nagyon jól felnevelt, tehát miliciáknak a legfelsőbb parancsnoka, hogy az ne legyen a helyettes az ukrán, főparancsnoknak. Ez volt az egyik feltétel. Aztán további feltétel, hogy ez meg az a, a, a tábornok se legyen. Aztán további feltétel volt, hogy ilyen meg ilyen szobrokat az el. Aztán ilyen és ilyen utcaneveket változtassanak. Ennyi. Hát természetesen ezt az Zelenszki azonnal elfogadta, mert ő neki az volt a legfőbb kérése, hogy Putin ne ölje meg őt. És a Putin kötelezettséget vállalta, hogy először is nem is szándékozott, de ha ez megnyugtatja, írásba kötelezettséget vállal, hogy nem öli meg őt. Mert a Zelenszky ezt kötötte ki. És mégis mi lett? A háború folytatódik. Na vajon miért? És ez, a, 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 ez az ukrán kormány, ez ukrán kormány, ez Ukrajna kormánya, de nem ukrán kormány. Na, akkor kinek a kormánya? Hát ennek az államok feletti hatalomnak a kormánya. Mert azért az Zelenszkij az államok feletti hatalomnak tett egy és más szívességet. Például, most hagyjuk a nagyipart, ami már rég nincs ukrán tulajdonban de hát ott vannak még a földek. És a földek nem lehettek nagyon külföldi tulajdonban, mert, mert törvény tiltotta, hogy külföldiek legyenek ukrán. Zelenszki első dolga volt, hogy ezt a törvényt megváltoztatta, és ma már jönnőformálni nincs ukrán föld, ukrán kézbe, mind külföldi kézbe van. Vajon kiknek a kezébe föl tudnám sorolni a neveket, de nem sorolom. Miért nem sorolom? Mert nagyon szívesen neveznek engem antiszemitának. Mert ha fölsorolnám a neveket, nagyon hasonlítanak egymásra a nevek. Úgyhogy, úgyhogy nem most nem sorolom föl. Na ez a válaszom erre. Ez most összeskövési elmélet, vagy valóság? Ez egy abszolút valóság. És ma már az államok feletti hatalom egyébről se beszél, hogy csak akkor lesz vége ennek a háborúnak, ami neki egy nagyon kedves háború, mert be tudta fejezni a, 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 a Európának a gyarmatosítását, mert azáltal, hogy itt van... Az az Európai Unió, amely a NATO-nak a, eh, eh, hogy is mondjam, a, a, a diszruhája, mert a NATO itt az igazi igaz, hatalom, a NATO pedig Amerikát jelenti. Amerika pedig az államok feletti, a, a szuper gazdag, extra, ultra, hiper-szuper gazdag az egy százalék által kinevelt államok feletti kormány, amely állandóan adja a parancsokat a Bidennek. Mert a Biden, ez az öreg, öreg ember, miért kiváló elnök? Nagyon jó elnök. Mert neki egy dolgot kell tudni aláírni, és azt ő még tudja. Mindenki, aki el van adósítva, az, az egyesült államokat ezt a parazitát, de értsd, Egyesült Államokat, azt az 1%-ot, mert ki ez az 1%-át, az 1% az, azt hívják egy nak hogy a világ vagyonát, ha az egész világ vagyonát megfelezzük, akkor 99%-a az egyik fele, és 1 ki a másik fele. De az 1%-on belül is van egy 1%. Egy Na már most, hogyha pedig megnézzük, hogy mi ilyen, tehát a konkrét neveket megnézzük. Tehát megnézzük, hogy ez az egy százalék kitrakott a hivatalos állami kormány fölé, hát ezek a strausszisták. Na ki a strausszisták? Na ez is, ez is elmélet. Hát nézzük csak meg, hogy Leo Straussnak, aki egy, egy, egy zsidó egy, egyetemi tanár volt e, 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 Németországban, 1937-ben kivándorolt Amerikába és a Csikágoi Egyetemen, Hát ő, Ma, Niccolo volt ugye a, specialistája, és külön, mint egy száz tanítványa volt, nem az egyetemen, külön, privát, akiknek megtanulta, hogy hogy kell hazudozással, gátlástalansággal megszerezni a hatalmat, és ahogy ő mondta, egy üldözött népből a világ urává lenni, üldözővé válni. Térjünk vissza a gyerekkorára, említette, hogy Budapesten a 8. kerületben született 1938-ban. Milyen gyermekkora volt, hogy hogyan emlékszik vissza? A, a gyermekkorom nagyon nehéz volt, mert Édes, édesapámnak olyan volt több ö, ö, szakmája, oklevele. Okleveles kertész is volt, de a tüdeje miatt kellett neki, tehát ö, nem zárt térbe dolgozni, és így kertész volt. De volt de volt kilenc gyereke. Na most az édesanyám, az pedig az abba úgy szánt, hogy közjegyzőnek volt a lánya, de árvaként ötvel. Tehát árva lett, és, és elkalódva nőtt fel, de még a középiskoláit elvégezte, de már felsőiskolákat nem végzett. Édesapám, megmondom egy ilyen, eh, eh, hát ugye, itt volt szakmunkás, ott volt szakmunkás. Na most mi hozta őket össze? Az, hogy mind a ketten az első világháború után adventisták lettek. Rendkívül vallásosak és a vallást nagyon komolyan vették. Cselista lettem akkor, amikor 13 éves, előtte hegedültem. De nem volt az akkor alakult kerületi zenekarnak, gyerekzenekarnak, nem volt cselista, és megkértek, hogy térjek át a csellóra. És a cselló nagyon jól bent, mert egy kitűnő tanár, Somló Kára volt a tanárom, egy fiatal cselóbűvész, és, és ő azt mondta, hogy hát ebből lehet egy profi csellista is, mármint én belőlem, és én nekem az zene nagyon tetszett, és, és ő, amikor még csak egy éve cselloztam, elvit Banda edez az ország legjobb cselistája, az, aki, aki nem csak igen nagy művész volt nemzetközi mértékben is, hanem 40 évig a Zeneakadémia Gordon Katanszékének a vezetője is volt. Úgyhogy ez a banda ede engem 14 éves koromban meghallgatott. A lakásán, fölmentem a lakására. És közölte Sobló Klárával, hogy ő fölvesz engem növendéknek. És föl is vett. És, és most nem akarok tovább mondani, de egy csodálatos ember volt, ez a embernek is csodálatos volt. Csak azért egy dolgot megemlítek. Hát ugye mindig úgy fogadott az órákon, amit hozták ki, öreg stb. És hát akkor persze, mint így kezdtük a etüdökkel, stb. De, de ő többször felajánlotta, mert tudta, hogy szegény vagyok, hogy ad nekem havonta pénzt. Ez neki abszolút nem volt a kötelessége. Abszolút nem. Ezt ő titokba tette volna. Na most én, ezért nagyon hálás voltam neki, de nem fogadtam el. Én azt mondtam neki, hogy én most már olyan szintre jutottam azért a cselló tudásba, hogy én már tudnék, tudnék korepetálni. Szerezzen nekem, ajánljon be engem ö, ö, olyan növendékekhez, akik erre a pályára készülnek, hogy én korepetáljam őket. És ezt megoldottát, és azért az ember kaptam egy kis pénzt érte, és az nekem elég volt az a havi 300 forint. Az akkor elég, elég nagy pénz volt. Úgyhogy. És mi, 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 mi volt az, ami derékba tölte a zenei karját, mert ugye itt egy képet igen, is hozott, itt igen, láthatjuk itt is, amikor. Itt, 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 itt 24 éves vagyok, és az ötödik Kerületi Tanács egyik rendezvényén játszom a Bokerini koncert első tételét. Itt vagyok. Na, elmondom gyorsan, amennyire lehet. A zenei pályám az úgy maradt abba, hogy én amikor leérettségiztem, még nekem két év hiányzott, hogy zeneakadémiára mehessek. De egyébként dupla éveket tettem végig, de még mindig kettője, Későn kezdtem. Az késő. Tíz éves koromban kellett volna kezdeni. És, vagy kilenc. De, de én gyorsan jöttem el, de még kettő. És ha én nem vagyok zeneakadémista, akkor nem kapok tehát diák szállóban helyet persze csak azok kaptak, akik zeneakadémisták voltak. Ezért úgy gondoltam, hogy én vagyok olyan jó fej, hát kitűnően érétségiztem, hogy én járok egyetemre, ott kapok, itt kap, ott, ott kapok külön szobát, és tudok gyakorolni, nem kell a, a, a sok gyerekkel éjszaka gyakorolni, a testvéreimet, a szüleimet zavarni, mert én éjjel gyakoroltam. Sokszor nem, nem tudtam másképp föl, fölkészülni, mert hát csak, tudom, két évet végeztem minden évben, mert későn kezdtem. És, és közben én csinálom a csellót. És amikor föl tudok, ha tudok felvételezni, az egy, a, 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 a akkor azt a másik egyetemet vagy folytatom, vagy abba hagyom. Ez volt az én elképzelésem. És ez így is indult. Én, én, mentem, fölvettek, csak, nem, csak fölvettek, hanem a, a kari tanács kinézett magának. Én első évben még népköztársaság ösztöndiet is kaptam. Az havi 800 forint. Egy, és egy kapta, mindenki csak egy kapta egy egyébe, az első éveset azt úgy azt, kiválasztották. Hát én rám esett, esett a választások. És én, és én elkezdtem, folytattam a konzit, gyakoroltam, és, és jártam az egyetemnél, de 56-ot írunk. És 1956-ban például, aki nem tudja, egy nagy Dunai árvíz volt. Itt Budapestet is elöntötte. És Dunafalván minden összedőlt, az lent van Mohács felé. És az egyetemről toboroztak, hogy menjünk segíteni, befejezni a lakóházakat, mert, mert jön, az, jön, az, jön az tél. És én egy ilyen brigádba lementem és nagyon szépen föl is építettünk egy házat tíz nap alatt körülbelül. De igen, amikor raktuk be a keresztgerendet, az betonból van, akkor, ami álltunk, az az állvány összedőlt. És hárman voltunk, a leestünk, és szerencsére a fal mellé esett az a betongerenda, úgyhogy én nekem csak a kezem tört el, meg egy kicsit megsérült a fejem, de az a kétsztörés az elég, elég volt ahhoz, hogy rendbe jött, de, de, de nem annyira, hogy tudtam volna gyakorolni. Körülbelül, körülbelül egy hét hónap telt el, amikor már olyan kép, szóval képes voltam úgyból gyakorolni. Ilyen körülmények között én nem voltam versenyképes a konzervatóriumban. És akármennyire sírt a szívem érte, be kellett látni, hogy nem vagyok versenyképes. És, és, és így, de azt én folytattam a csalót, de már, de már tudtam, hogy csak műkedvelő leszek. Így fokozatosan én a zenei pályáról átváltottam a jogi pályára. Igen, ám, de közben le kellett mondanom a jobb, jobb állásokról. Mert volt egy diszidált testvérem. A bátyám 56-ban, 56, 56. Novemb, november 20-án elment Amerikába. És ott amerikai nőtt fett veleségül, amerikai gyerekei vannak, amerikai állampolgár. Én pedig lettem itton egy rossz káder. Mert ugyanis akkor, ez aztán később lazult, különösen 63 után. Tehát én 60 ba végeztem, és semmilyen jobb állás számításba se jöhetett. És így lettem én az ötödik kerületi tanács elnökének és titkáranak a jogügyi főtanács. Jogügyi... Jog... Jog... igen, hát jogügyi főelőadó voltam. Na de mit csinálta? Hát különböző bírságokat szabott, különböző beadványokat. Egy sehova nem vezette zsákutca volt. És innen nekem el kellett jönni. És az egyetemen azért emlékeztek rám, különösen, mert kiderült, hogy a jogon engem csak a nemzetközi jog érdekel, semmi más. Tehát már akkor kijött, hogy én, én a világ sorsa iránt értek. Ma is ez van, tehát én, én, generalistának tartom magamat. És, és az, tehát az világot egészben szemlélem. És, és a, 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 a tanszékvezető egyetemi tanár Hajdú Gyula professzor az azt mondta, hogy ha én ott akarok maradni tanársegédnek, akkor, akkor itt van egy pályázat, amit a, a, a Legyel Művelési Minisztérium és a Magyar Művelési Minisztérium együtt írt ki az egyetemeknek. Meg kell pályáznom. Igen ám, de miről szólt a pályázat? A Varsói szerződésről. Tehát nyilvánvaló, hogy én nekem egy olyan dolgozatot kellett írni, amelyben én jogi érvekkel alátámasztom, hogy ezért, meg azért, meg az, azért ma nemzetközi jogileg is, nemzetközi pozit. Tulajdonképpen ez a 56-os szovjet katonai beavatkozás, ezt el kell fogadni. Na most ezt ezért írtam meg Hajdú professzor ajánlására, hogy tanársegéd esek. Na most az történt, hogy én ezt a pályázatot megnyertem. Első díjat nyertem. És a lengyel kormány vendége voltam két étig Mindenhova vittek tolmácsal, stb. És, és ilyen e, 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 körülmények között sem sikerült a bátyám miatt bemaradni a tanszéken. Igen ám, de egy másik tanszéken is, az a polgári eljárás jogi tanszék volt, ahol én kitűnően raktam le a vizsgáimat. Az ottani professzor Névai Lászlónak hívták. Aznak kellett egy tanársegéd, és ő emléksz, emlékezett rám és eljött az ötödik tanácsra, és kikért engem, mert akkor ez volt a szokás. És akkor engem kiadtak azzal a feltétellel, hogy még egy hónapig maradjak ott, amíg keresnek helyettem valaki más, és utána mehetek az egyetemre, szeptemberbe. Na de ahhoz, hogy a dolog végleges legyen, a kari tanácsnak rá kellett nyomni a pecsétet. Na most a kari tanácsnál szavazás volt. És ugye a kari tanácshoz kellett írni egy pályázatot. A pályázathoz egy önéletrajzot. És én írtam egy pályázatot, és írtam egy önéletrajzot. És amikor elolvasta az önéletrajzot Névai professzor, elkomorult az arca. És a következőt mondta nekem. Hát te nem vagy pártag. Hát ez nem fog menni. Hát próbáljunk segíteni rajta úgy, hogy beleírjuk, hogy most még nem vagyok pártag, de kommunista meggyőződésű vagyok, és pártak szeretnék lenni, és, és képzel magamat a marxizmus, leninizmusban, stb. stb. Ezt lediktálta nekem. És ezt én beleírtam az önéletrajzomba. Na most történészek előbányázták az én pályázatomat is, meg, meg ezt a másik pályázatot is. És azonnal én egy szöröstül, böröstül egy kommunista lett belőlem. Térjünk vissza 1956-ra, mert arról Igen. nem beszéltünk, csak annyit, hogy a, hogy a testvére elment, te 56-ot, hogy hogyan hogy éltem látni meg? Hogy még magamról nem beszéltem. Na most. <kül> Hát 56-nak a napja, hogy hát igen, indultunk Petőfi Sonok, Benszobor, Kossuth Lelastér, Nagy Imre beszél, addig mind ott voltam. Nem mondom, mert mindenki ismeri. Ezzel mentem én is keresztül. Bár annyit még megelmitek, hogy volt Petőfi kör, de nálunk is az utolsó éten jött egy hajnóci kör, és ott annak én az elnök helyettese voltam elsősként. Ez egy nagy, nagy, dolog volt. Na mindegy. De lényeg az, hogy, hogy ö, ö, körülbelül 7 órakor már hallottuk, hogy nagy balhé van. Én a Kossuth téren voltam, még meghallgattam Nagy Imre beszédét, és égtek a, a szabad népek, ugye nem volt felvilágítás, az, azzal világítottak, hogy fáklyaként föltartva égették, a, és úgy beszélt a Nagy Imre. Na most, és én azért hallottam, mert én a közelében voltam, én, a, én az, a, fölmásztam az oroszlára. Úgyhogy és én onnan ö, 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 tudtam magam. Mindegy, ebben nem megyek bele. Elmentem a, a, az, a, a rádióhoz, és lehetett körülbelül, hát mit mondjak, talán 8 óra, ilyesmi, 8 óra fél kilenc között lehetett az idő. Amikor én már a Puskin utcába mentem a rádió az a Brodi Sándor utcába, amikor láttam, hogy ott már rövöldöznek, illetve halottam is, de a háta mögött zöldávosok fölsorakoztak, föl és puskát szegezve jöttek a rádió felé, és már dobálták a, a izéket a füstgrátokat. És én a ezen a szabad részen a közepén voltam. Úgyhogy rettenetesen megértem, nem volt más menekülési lehetőségem, mert nem akartam a rádiózni, mert lövődöznek ide se akart az ávos Átmásztam a kerítésen a, 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 a múzeumnál, és ki, kikerültem a rádió a térre. A, Calvin a Calvin már, már voltak ott, magyar katonai egységek. De azok nem ö, 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 voltak, hogy onnan mond, hagyd rendbe, felsorral, csak ott voltak. De voltak már teherautók is. Cseperről, akik osztogatták a fegyvert. Mindenkinek. É, én, én, én nekem is ö, ö, több fegyverem lehetett volna, de én, én ugyan jártam, meg kötelező volt katonai képzésre járni az egyetem, minden szombaton az volt. De még, é, tehát olyan, még nem jutottunk el odáig, október 23-áig, hogy lett volna lövés. Szóval egyetem puskát se é, é, sütöttem el. És é, én, én ekkor még nem fogadtam el a fegyvert. De azt elfogadtam, hogy fölszálltam egy teherautóra, amire Cseppelről jött fiatalok volt, fiatal munkások. Mert hogy most döntik a Sztálin szobrot, és megyünk oda. Mire oda örtünk, már le volt döntve, már vonszolták traktorral, stb. Na most ott maradtam éjjel egyedül a felvonulási téren, onnan voltam a Ráde ugye kollégista voltam, és, és másnap pedig kijöttem, a, az ülői a kiliánhoz, A kiliánnal szemben van az a múzeum, az a ö, műszaki múzeum. És és ott volt egy kis csoport, de azok csak nézelődtek. És egy, és akkor nem volt lövöldözés, ez lehetett, tehát nyolc, nyolc óra lehetett. Amikor a, a Markusovszke, akkor úttörőtérhez odaértek, a szovjet páncélosok, akkor egyszer csak a Kiriánból elkezdtek lőni az oroszok visszalőttek, és mi ott álltunk, és láttam, hogy mindenki lehassal, én is lehasaltam, bemásztunk, a, 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 ott oszlopok vannak az oszlopok mögé, na és onnan szépen én hazamentem a kollégiumban majdnem meghaltam. Szerencsém volt. Eljön negyedike, mindenütt óriás. Persze én az egyetemen aludtam, mert az egyetem egy tanszék volt a, az élelmiszer raktár. És én ott aludtam a földön. Nem mentem haza. Na már most az történt, hogy mindenki ment el. Ötödikére már lényegében el, elmentek ö, 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 a, a, a nemzetőrök is, akik először harcolni akartak, csak látták, hogy nincs, nincs revény. És, és akkor már az orosz tankok beálltak az egyetemtére, a Szerb utcába, stb. Úgyhogy, és az, az utolsó nemzetőrök már csak a templomnak a ha, harang kötelén lemászva. Tudtok el, mert a papoknál ott, a, a, ott voltak ilyen mély járatok, tehát pince járatok, ott át, ők átsegíthették, és el tudtak menekülni. De ugye az oroszok ezt észrevették, és odasóztak a templomtornyának. Az a templomtorony 45 lett lebombázva, 56 tavaszán elkészült, és 56 novemberében már megillelődték amikor bejöttek az oroszok, csak fegyvert kerestek. Össze, már az egész egyetemen csak három személy volt, de a kettő az ott lakott, kapujúr volt a családjával. De én, én nemzetőr voltam. És az oroszok nem szóltak semmit, csak nézzék, nincs fegyver, már rohantak is. Persze nekem három fegyverem is volt, de azt én még, még ötödikén fölvittem a nagy teremben, ami középen van, a legfelső nagy És ráhúztam a táblát, dupla tábla volt. És nem volt nálam fegyver. És én, én, amikor oda jött hozzám a, a pufajkás parancs, hogy te ki vagy. És akkor mondtam, hogy én mondtam a nevemet, és én mondtam, én egy nemzetőr vagyok. Nemzetőr? Tessék azonnal megbilincsel. Megbilincseltek. És akkor, és akkor mit keresett? Én mondtam, itt van ez a legalább húsz élelem. Hát nem, én nem volt vízvált, most nem mertem elmenni. De igen, ám, de ez nem volt probléma, mert az, az alatt a másfél óra alatt, amíg én ott a fogságba álltam, megbínítselve, a nyitott kapun a környező lakosság, hát tudta, hogy ide megyük az elhorta. elhordta. Végül ez a probléma megoldódott. Na de engem két puzsvajkás elől ilyen fegyverrel, kettő a hátam mögöttén középen megbilincselve. mentünk, ugye Kecskemét utca, Kálvintér, Ráda utca. Mikor a Bakács tér felé közeledtünk, már elég sok hulla volt, és elérkeztünk a Rád utca 44 A kollégium, tehát ott az alagsor, ahol az a nagy terem volt, ott szalmazsákok voltak, rabruákkal, és rengeteg fegyver. Ezeket ők, ezek összeszedték, és sok kézigránát. Na most a kézigránáttal, hát az volt, hogy kicsavarták a gyutacsot. De a gyutacsot az én kezemben adták. És engem raktak föl egy, egy teherautóra, hátóra, hogyha robban, a, a, előre ültek. Na így, így kerültem be az Rigi utcába, ott ma egy, egy, egy színház van. De akkor az, az Ávónak volt az egyik központja. Az Rigi utcába, ott elől. Most nem tudom, milyen is színház van ott. És, és én ott álltam a fal mellett órákig. Végül kihallgattak, és a kihallgatáson hát kiderült, hogy a, a pufajkás parancsnok, aki engem hát letartóztatott, az azt írta a jelentésébe, hogy nem volt ára a fegyver. És akkor azt mondta nekem az ávost aki kihallgatott, hogy mivel nem volt nálad fegyver, és tehát nem mert nekünk elsősorban azokat kell összeszedni, akiknél fegyver van. Most mi elengedünk, de ha még egyszer megtalálunk, nem fogunk elengedni. Hányban diszidált? 79 ben 79. november 9-én diszidáltam. Ez meg kell érteni az én egész életemet, amin most átszáguldok. De itt van egy kép. Én itt, én itt öt és fél éves vagyok. A szüleimmel vagyok, de karácsonykor a kereszt voltak, hoztak mindenféle ajándékot, és utána megkérdezték tőlem, hogy na és mi akarsz lenni? És erre én azt válaszoltam, hogy hát én egyetemi tanár akarok, öt és fél éve. Én egyetemi tanár. Péter, egyáltalán tudod, hogy mi az, hogy egyetem? Hát miért? Nem az a legnagyobb. Hát én az akarok lenni. Tehát már itt kijött az, hogy én egyetemi tanár akarok lenni. Már ott az egy, a, 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 a jognál is lehet látni, hogy próbálkozok a nemzetközi joggal, próbálkozok a polgári elje, egyik se jött be. Úgyhogy viszont én nekem volt egy olyan zenegimnáziumi pattársam, aki mellettem ült, aki hárfás volt. 56-ban elment, és a kanzasi Egyetemen a, a lényegben a gazdasági földrajz tanszéknek a tanszékvezető egyetemi tanára lett. És nagyon tehetséges volt, és úgy megtanult Amerikában rosszul, hogy mint amerikai, tanított évekig a Szibirski Egyetemen a Szovjetunióban. De nem mint magyar, hanem mint amerikai. És egy kiváló szakértő volt, és hát a pattársam volt. És ő Magyarországra is szabadon járt, hát olyan volt a szakmája. És hát persze találkoztunk. És azért ő néhány írásomat, tudta ezt, tud, és ő mondta, hogy az ő egyetemükön én lehetnék egy kutató. És, és, és ott, ö, ö, ott ö, 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 egy, még nem túl késő, hogy egy egyetemi karriert csináljak. Szóval lényegében elültette bennem ezt a, 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 a régóta mindig is bennem lévő vágyat, hogy tanítsak. És azért, hogy én meghoztam azt a... Úgy, úgy történt a dolog, hogy abba, nem, nem tudtam, hogy én kimaradok. Hanem úgy gondoltam, hogy még egyszer kimegyek, mert egyszer már voltam a testvéremnél Washingtonba, és ezért kaptam én mindig könnyű vizumot. Mert, mert volt egy, te, egy családlátogatás. Tehát két-három nap alatt kaptam vizumot mert egyébként nehéz volt vizubot kapni, de én könnyen kaptam. De ezért, nem azért, mert CIA ödnök voltam, meg mit tudom én, atom titkokra volt, kíváncsi, mindegy, nem. Még a nevetés sem éri meg ez az egész. Szóval a lényeg az, hogy, hogy körülnézek, és ezért két szabadságot, másfél hónapot a, a, a 79-ből, és a 80-ból vásárlomatot összeraktam. Ebben ne volt a rendes szabadságom, meg még egy kis fizetés nélkül. Összejött a három hónap, és mentem Amerikába. Hát először ugye a testvéremhez mentem, de utána mentem a kansas City Egyetemre. És, és ott Pierre Kalkowski professzornál nagyon jó fogadtatást kaptam, és egészen jól mentek a dolgok. És kiderült, hogy ez a professzor is ajánlást, az a professzor is ajánlás, jobbnál jobb dolgok. Igaz, hogy még ezt meg kell csinálni, meg, ezt meg kell, de én azokat meg tudom csinálni, stb. Megszédültem. És ahhoz, hogy nem volt nagy vágyalkozám, és visz hazafelé, abban még két dolog bejátszott hogy az én, én nem teljesen hevertem ki azt, amit bele műveltek, mikor munkanélküli voltam. És egy családjog is bele játszódott. Az, hogy kiderült, hogy aki a feleségem gyermekorvos volt, az akkori feleségem már nem érszegény, Egy nagyon kiváló, nagyon aranyos, aki hepatitiszes gyerekeket gondozott a kettes számú gyermeklinikában, ő is hepatitiszes lett. És csak már elmúlt 40 éves, amikor Vagbéler megoperálták, és kiderült, hogy össze volt tekerekben, mert kilót, hepatitisze alatt több mint 20 kilót fogyott, és minden elmozdult, és a petevezetékek összetekeredtek. Tehát kiderült már, hogy biztos hogy gyerekünk nem lehet. Tehát, lényegében nem volt az, ami kötött volna, mint gyerek. Nem váltam én el semmi, olyannyira nem tudtam, hogy kimaradok, hogy egyetlen iskolai bizonyítványt nem vittem magamat. Semmit. Ezeket utólag kellett, amikor már nagyon muszáj volt, így vagy úgy, görbe úton is beszerez, mert egyébként abban az időben tilos volt. A, a bizonyítványok kivitele, de én, én, nálam semmi nem volt. A, a, a Kansas Egyetemen az osztálytársam volt a garancia. Hát de... ő mondta, hogy én ez vagyok, és, és mivel hát ő egy nagy, elég nagy ember volt, és elhették neki. Szóval én megszédültem a, a sok jó agyállattól, amiből három nagyon jónak látszott. Úgyhogy mikor eltelt a három hónap, én írtam egy felmondó levelet. Az, 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 igazgatónak, hogy én nekem van lehetőségem, hogy tudományos kutató munkát végezzek, és, és mindig ez volt a vágyom, én úgy döntöttem, hogy ezt az utat választom. Tehát én írtam egy szabályos felmondó levelet. Na de igen, na most jön. Hát kiderült, hogy hát menne az a dolog, de, de mormonnak kellene lennem. Mert hogy akik a jó állást, az jutakban lenne, mert ugye Kanzasz is jutak, jutakban vannak a mormonok, az egy állam. De az nekem mormonnak kell lenni. És, és akkor lehetek lehet ott én egyetemi kutató, meg írató, meg, nem kell félni, hogy miből élek. Na de hát én ha adtak mormon meg is van, elhoztam. Még mindig nálam van. Nagyon érdekes a mormon biblia. Úgyhogy, de én nem tudtam mormonnál lenni. Aztán a másik nagyon jó állásról kiderült, hogy ott meg cientológusnak kellene lennem. Hát azt se váltottam. Úgyhogy még nem mondom tovább, hogy még mi minden kiderült rólam, hogy nem tartoztam azokhoz se. Úgyhogy azt se sikerült. Úgyhogy nem volt más, amit tud, csináltam, hogy én szépen visszamentem New Yorkba, ahol eb, ebben az időben New Yorkon és környékén 30 ezer magyar élt. Még, még létezett a Hungarian Section is. Ugye a 79-es utcától mondjuk a, a, a 90-es utcáig, a, és a Second Avenue és a First Avenue között. Úgyhogy és itt volt egy 5000 fős klientúrája, dr. Varga Lászlónak, aki amerikai ügyvéd volt, de ő is valamikor 47-ben diszidált is, aki aztán később nagyon ismert ember lett itt, mert ő volt a, a, a pártnak az egyik vezetője, a súrján helyettese volt dr. Varga László. És, de ő nálam 25 évvel idősebb volt. De aktív ügyvéd, volt, nagyon, hát még azután is mi mindent csinált, hogy itthon volt. És 90 balány éves volt. Munka halt meg, mert előadást tartott, és hátulról leesett a, az hát emelvényről, így halt meg. Munka közben. Szóval ez a Varga László azt mondta nekem, hogy ő átadja nekem a klientúráját, szerezzen meg az ehhez szükséges papírokat, mert ez ugye ez, ahhoz, hogy én ügyvéd legyek New Yorkban, az nem csak úgy van. Ehhez nagyon sok feltételt nekem teljesíteni kellett, ami sok pénzbe került, és sok munkába került, és az egészet én magam állítottam elő. És hogy ez sikerült, Hát azért van itt ez a papír, mert itt van az a diplomám, amit én akkor kaptam az, a New Yorki legfelső bíróságon, amikor én letettem az egysküt, mint amerikai ügyvéd. Ez volt 1981-ben. Hatalmas munka volt előtte. És én jelentkeztem a Varga Lászlóhoz, hogy akkor akkor legyen úgy, hogy én átveszem a... És akkor mondta, hogy igen, hát átadjad át még ezt az évet meg. Aztán a következő évre is azt mondta. Szóval én nekem közben én állandóan tanultam tovább, hogy képezzem magam a New York Universitén, a Laskulba, de, de a Laskulba csak akkor vettek föl, amikor már megvoltak a bizonyítványaim, mert nem voltak nálam, addig addig az izébe jártam egy, egy New School for Social Research nevű, ami tulajdonképpen a, a Frankfurt iskolának a kihelyezett egyeteme volt New Yorkban. New School for Social Research. És ott, és ott lényegében klinikai pszichológiát tanultam, de csak egy fél évet mert utána megjöttek a papírjaim, és akkor átmentem a Laszkulba, a New York university -re. Na de igen ám, drága volt ez az egyetem. És hát én mondjuk dolgoztam bankba, aztán az nem volt elég. Akkor munkaidő után is dolgoztam. És egy idő óta nagyon kelemes munkát végeztem, mert a Manhattan-Legvics labornál voltam, én például, aki magyar jogi nyelvet tanított. Mert voltak olyan amerikaiak, de nem magyar származásúak, amerikaiak. Például Frank Clixius, mondom az igazi nevét, vagy Nancy Lissagor, ezek ritván származás, ott született. De folyékonyan beszéltek magyarul az egyetememek, mert az volt a feladatuk, hogy Magyarországra jöjjenek, és tanulmányozzák a magyar büntetőjogot a Tudományos Akadémia, akkor volt egy ilyen egyezmény, de nem tudták a magyar jogi, jogi nyelvet. És itt volt egy frissen jött ember Magyarországról jogász, és én tanítottam nekik a magyar jogi nyelvet. Na, de nem volt mindig ilyen jó állásom, mert kezdetben például, és én ezt se hogy én elmentem, a bankba ledolgoztam fél ötig, utána ez a, ez a Wall Street-en volt a, 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 az, 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 ottani, hát egy ilyen leszámolási bankba, az volt a neve, hogy Security Pacific Clearing and Services. Egy elszámoló bank volt. Na most, de innen én átmentem a John Street-en, harmadik utca, ahol ott volt egy, egy olyan mondjuk közepes, sem magas, tehát 32 emeletes, az azért közepes, mert az átlagon 50 felett volt ott, ott, ott ugye menhettenek ennek a részebe. És én mit csináltam ottan? Tehát éjfélig, a teherliftet kezeltem. 1983 őszén mentem, tehát szeptember 13-án műtjebe. És egész addig dolgoztam a Szabad Európa Rádió Magyar Osztályán, amíg Szabad Európa működött. Mert 93. október 31-én a Magyar Osztály, nem az egész rádió, de a Magyar Osztály persze a Cseh és a szóval ezek meg, megszüntették a, az adásukat. És tulajdonképpen akkor lettem én, igaz, hogy köteleztek a németek, hogy járjak egyetemre, közgazdasági egyetemre, de úgy, hogy vizsgázni kellett meg minden. azt akarták, hogy külkereskedelmi képviselők legyünk, mert hogy nyelveket tudunk. De hát én nem azt választottam, Annál is inkább, mert akkor már egy sor olyan könyvet olvastam, amit először, mikor még szabad most félre dobtam, hogy ilyen marhassággal nem foglalkozom. De mégiscsak valahogy mindig oda veszettek a szálak, hogy végül elkezdtem olvasni. De hogy? Hivatkoztak 50-60-100 könyvre. Elmentem a Stasbibülötigre. És addig nem mentem el, amíg a ti, mert sokáig nem tudtam, hogy van, van zárt osztály. Amíg azt elő nem hozták, és tudták, hogy igaz, hogy amerikai papírral, amerikai állampolgár volt, de, de azt is tudták, hogy magyar, hát én jól beszéltem németül, de, de hát a, a, az akcentus, az, az, az egyébként szerették a németek a magyar akcentust. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy este az anyagot, a zárt anyagot illegálisan táskámba kicsempéztem, elmentem a Szabad Európához, éjjente le tudtam másolni négy-öt könyvet, és hajnalba visszavittem, és visszatették az asztalra. És nem volt semmi probléma. De így nekem kialakult egy olyan könyvvárom, na, hogy aztán ebből lett a nagy összeesküvési elmélet, mert mindennek a végére jártam. Mert én velem az a probléma, hogy nem csak a száját járatja. Igaz, hogy a száját jártatta már 25 évele meg 26 évvel ezelőtt, meg 21 könyvet írt egyedül, meg, 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 négyet másokkal, és igaz, hogy minden bejött neki, és igaz, hogy harcnáljuk az állattal a kitalált szavakat, mint például a háttér alatt, alatt amir korábban megdöbdö, megköbdöstük. Szóval az én könyveim bejöttek, mégis mellőzve vannak. De ez engem nem érdekel, mert minden, szóval az életkorom minden részén kísértett az a hibám, hogy beolvastam beolvastam, megmondtam az igazat. Mikor tért vissza Magyarországra? Magyarországra én lényegében 2001-ben tértem vissza. Persze a lakást már megvettem korábban, de az üres volt. Ma én elsősorban azt akarom megmutatni, hogy milyen jövője lehet a magyar nemzetnek, a magyar alkotmányosságnak, egyáltalán a magyar létnek, abban a világrendszerben, amelyik ketté hasadt, ezek között az egypólusú, hogy tér át több milyen kilók között, és milyen konfliktusok, és egy ilyen körülmények között hogyan lehet megoldani a, a még ma is nyitott magyar sorskérdéseket, a, amelyek közül az egyetlen, az, amit François Mitterrand 1982-ben Budapestre a Trianoni ügyre azt mondta, hogy az egy mocskos ügy. Hivatalban lévő francia elnök mondta, hogy Trianon az egy mocskos ügy. Persze azt is hozzátette, hogy az akkor az élő húsba vágott tör volt, de most is élő húsba vágott tör lenne ezt is hozzátette. Úgyhogy én úgy érzem, hogy amíg élek, az a kötelességem, hogy az a tudás, amit végül is nagy keserves munkával megszereztem, és azok a források, amelyekhez én hozzá tudok nyúlni, ezeket közre kell adni. És én magamat Tulajdonképpen nem nevezhetem specialistának, se tudósnak, de egy olyan magas szinten ismeret terjesztőnek gondolom magamat, aki sok-sok aki speciális tudománynak a végeredményét, mint építőanyagot, képes összerakni valamilyen épületté. És mégis valami újat létrehozni. És ezért én tréfásan, hát nem vagyok specialista, hát generalista vagyok. Na hát így, ha így fogom föl, hát így lehet talán azt mondani, hogy mégis tanára lett belőlem, amire mindig vágytam. Egész életemben Semmilyen pártba nem léptem be. Nagy Voltak olyan időszakok, hogy nagy hátrányaim voltak belőle. Voltak olyanok, hogy nagy előnyökről kellett lemondanom. És most, mikor én júniusban már 85 éves leszek, én most beléptem a mi hazánkba. Szabályos pártag vagyok a 8. kerületben, ahol én egyébként születtem, én ott születtem. Én egy Budapesti vagyok. És miért? De miért? Pont ezt akartam, ez a 85 hát, év, megjön, év megjön, után. Megjön, miért? miért? Meg, Azért, egy mondattal tudok rá válszolni. Azért, mert én már akkor mi hazánkos voltam, amikor a mi hazánknak még hírehamva se volt. Világos. Kiderült, hogy én ebben az értékrendszerben voltam mindig, amit a mi hazánk képvisel. Tehát ezek szerint, az értékrendszer szerint, amiben persze beletartozik, hogy világosan kell látni a magyar nemzet helyzetét, benne a sors elsősorban most én Trianonra gondolok, de más sors is volt, és természetesen meg kell találni valahogy úgy a helyünket, ebben a világban, amikor egy kettős kalitkába vagyunk. Európai Unió és, és a NATO. És hogy lehet ilyen körülmények között a magyar érdeket tisztán, becsületesen és bátran képviselni. Most, amit én eddig ismerek a mi hazánkról, meg azokról, akik a mi hazánkat lényegében képviselik, Nem tudtam mást megalapítani, hogy ez ugyanaz, amit én már 25 meg 20 évvel ezelőtt gondoltam. Kész. És ha ez így van, akkor életem végén mégiscsak belépek egy pártba. És ez a mi hazánk lett. Rábik János, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen. Szíves. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra, viszontlátásra.